Simon Ferencék már régóta álmodoztak ennek a csarnoknak a megépüléséről. Mai nap kerül sor a Tónamőzsi futsal sportcsarnok alapkőletételére. Ez a sportcsarnok egy nagyon komoly létesítmény lesz. Akár mondhatjuk, hogy a teljes tornai sport életében is, de leginkább egyesetünk számára, hiszen egy speciális futsal csarnok fog itt épülni, és a mi sportunkat fogja szolgálni. Tudni kell az, hogy ez az MLS első projektje volt, amiben mi is szerepet kaptunk. Mindössze az első alkalommal két város nyert el a pályázatot, kapott lehetőséget a sportcsarnok építésére. Debrecen mellett Tornamőzs, ugye még összehasonlításban is egy kicsit úgy norbid, de valóban az, hogy Tornán egy ilyen létesítmény megépülhet, és a Magyar Labdarúgó Szövetség, illetve a Honvédelmi Minisztérium Sportállamtitkársága is ezt támogatta, az annak köszönhető, hogy egy nagy múltú és a futszál szakákban eredményesen működő sportegyesületről van szó. Hiányzott mindaddig, amíg Tornán a teremsport olyan mértékű volt minden tekintetben, hogy harcoltunk a terembeosztásért. Akkor úgy megfogalmazott bennünk, hogy milyen jó lenne egy saját csarnok, de nyilván erről még álmodni se merhetünk. Az, hogy ebből most valóság lehet, ez két éve indult el, amikor a Magyar Labdarúgó Szövetség futszál szakág vezetőjével a női futszal dolgait tárgyaltuk ki, és akkor említette meg, hogy az MLS-nek ez a projektje rövidesen elindul. Akkor még csak érdeklődve kérdeztem, hogy milyen esélye lehet ilyenre pályázni, és végül is megvalósíthatónak találták, szakmai oldalról is alátámasztottnak találták, hogy mi megpályázunk egy ilyet, és úgy gondoltuk, hogy belevágunk ebbe a projektbe. Ha a tervek szerint haladunk, akkor én azt mondom, hogy a következő versenyévaddal a felkészülést már az új csarnokba fogjuk kezdeni. A mostani tervek szerint jövő év tavasz végére el fog készülni a csarnok és átadásra kerül. Weber Viktor, a projekt szakmai tanácsadója tájékoztatott minket az épülettel kapcsolatos részletekről. 1250 négyzetméteres sportpálya fog megszületni, sportcsarnok. Ez egy modern vasbeton szerkezetből összerakott épület együttes lelátóval és sportpadlóval. Igyekeztünk a mai kornak megfelelően mindenfajta környezettudatos elemet is beépíteni, tehát hőszivattyús és napelemes rendszer is el fogjuk látni a csarnokot. A jelenlegi költségvetésünk szerint olyan 650 millió forintot fog felemészteni a kivitelezés. A forrás nagy részét az MLS TAO programján keresztül, ugye a futsal klub nyerte el, egy TAO felajánlás keretében a Hankook támogatóként lépett fel, a maradékot pedig saját, tehát mind támogató jön erőből próbáljuk majd előteremteni, mint pedig ha szükséges, a külső finanszírozást fogunk még bevonni. A legnagyobb kihívás az pont az, hogy ide le kell érkezni el minden egyes termék, ugye ez egy működő sportpálya, sporttelep, a kivitelezés nem egy nap alatt fog megvalósulni, hanem ugye ez nagyjából jövő év tavaszára várható a befejezése. Tehát működő sporttelep mellett a sporttelep mögött fogunk építkezni, vagy fog építkezni a kivitelező, ott fog a beruházást megvalósítani. Ez a legnagyobb kihívás, hogy az előre gyártott elemeket is hogy hozzuk le. Ugye elég szűk a lehajtó, meredek a lejutás, de azt gondolom, hogy bízunk benne, hogy ezt egy jó szervezéssel meg fogják tudni oldani. Amellett emel feledve, hogy itt ugye most a nyári időszak az könnyebb, mert hiszen nincs majd sporttevékenység aktívan, de befejezettek a bajnokságok minden egyes szinten, viszont ősszel újra fog indulni, és akkor azért sok gyerek fog megfordulni, erre kell különösen majd figyelnie mindenkinek, hogy ezt szem előtt tudja tartani. Apel Szoffer Ágnes, a város polgármestere szerint a tolnaiak életében meghatározó a sport. A futszálon kívül számos más területen is jeleskednek. Én azt vettem észre az elmúlt években, és itt most már évtizedekről beszélek, hogy sok sportlétesítmény van a városban, de nem elég. Tehát mindig, amikor valami új épül, akkor mindig az is megtelik élettel és megtelik sportolókkal. Ugye régen volt a két klasszikusan nagy sportcsarnok, volt a városi sportcsarnok és a Lehel utcai sportcsarnok, illetve volt az asztali teniszezők használták a sportcégházat, és ez mind-mind kevésnek bizonyult. És aztán megépült az úszoda, ami szintén élettel telt meg, és nagyon sokan járnak úszni,
és épült sportpálya a gimnázium udvarán, és az is tele van, és megújult a tolnai, itt a helyszínen a focistáknak a székhelye, úgymond itt a sporttelepen az öltözők és a lelátó, és ez mind-mind kevés volt, és egyszer csak megjelentek a futszálosok, hogy ők kapnak támogatást egy vadonatúj csarnoknak a megépítéséhez. Én azt hiszem, és nagyon-nagyon remélem, hogy ez a sportoló kedv nem fog lankadni, hanem talán minél több és minél szebb létesítmények lesznek, és minél jobb eredmények, akkor talán még többen fognak sportolni. Én azt remélem, hogy egy ilyen beruházás a város életében mindenképpen egy nagyon fontos beruházás. Általában több százmilliós forintos beruházásokat az önkormányzat szokott pályázati úton, esetleg saját forrásból finanszírozni, de egy ilyen lehetőség, hogy több százmillió forintot kap egy sportegyesület, és nyilván azért kapja ez a sportegyesület ezt a rengeteg támogatást, mert nagyon jól szerepelnek a sportolóik. És éppen itt az előbb is elmondtam, hogy van még egy ilyen sportegyesületünk, ugye a vízitelepen, vagy a csónakház mellett is nemrégiben készült el egy vízitúra bérlőpont, és a tradicionális kajak mellett már a futszál is úgy tűnik, hogy országos elismerést is magáévá tudhat, tehát én nagyon bízom benne, hogy rengeteg munka lesz ugyanezt a csarnokot megépíteni, de hogy mindig lesznek olyan fiatalok, akik ide járnak majd sportolni, úgyhogy én nagyon sok sikert kívánok a megvalósításhoz is, utána pedig hajrá Tolna Mözsi futszálesek!